árnyék. A fény gyermeke. Megfogni nem tudod. Sejted, hogy van valami titka, amit még az sem képes megfejteni teljességgel. Akiből, vagy akin keresztül érkezik. A Prokultúra Szubkárpátika civil szervezet nevében szeretettel köszöntünk mindenkit a Vers a téren elnevezésű rendezvényünkön, melyet idén, halálának 100. évfordulója kapcsán Ady Endre költészetének szentelünk. Megmozdulásunkra a Kárpátalja minden magyar nyelvű iskoláját megszólítottuk, és közel 500 tanintézmény döntött úgy, hogy csatlakozik a költészetnapi programunkhoz. Köszönjük, hogy velünk tartanak! Köszöntjük körünkben Fülöp Andreát, Magyarország ungvári főkonzulátusának konzulját. Beke Mihály Andrást, Magyarország beregszászi magyar konzulátusának első beosztott konzulját. Orosz Ildikó megyei képviselőt, a második Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektorát, szervezetünk elnökét. Lóga Nagy Ilyát, beregszász alpolgármesterét. Tisztelettel felkérjük Orosz Ildikót, hogy nyissa meg a rendezvényünket. Tisztelt vendégeink, kedves kollégák, diákok, akik ma fontosnak tartottátok, hogy a Vers a téren rendezvényhez csatlakozzatok. Nagy öröm számomra, hogy ilyen sok iskolából jöttetek, mert azt jelenti, hogy ezen iskolákban fontosnak tartják a verset, a magyar szót, a magyar vers üzenetét, amiben benne van a magyar nép lelke, filozófiája, gondolatai is. És amit minden éven, április 11-én ünneplünk, József Attila születésnapján, de ebbe a napba magába benne van a vers, hisz rajta kívül Márai Sándor is ezen a napon született, ezért úgy érzem, hogy ez a nap számunkra fontos. Kárpátaljai magyarok számára minden éven el kell, hogy mondjam, azért is fontos ez a nap, mert a kommunista szovjet rendszerben a magyar szónak hivatalos teret és lehetőséget ezen a napon lehetett adni. Az iskolákban ugyanis más magyar történelmi, kulturális és nemzeti ünnepet megünnepelni nem lehetett. De ezen a napon minden magyar iskolában tarthattak ünnepséget, szavalóversenyt, rendezvényt, és előkerültek azok a gyöngyszemek, amit esetleg más alkalommal nem lehetett szavalni sem. Ezért számunkra a versünnep több, mint más régió számára. Köszönöm, hogy itt vagytok, örülök, hogy ennyien jöttetek, és azt kívánom, hogy ez az egész nap olyan szép legyen, ahogy ránk nézett a Jóisten, és küldött ide szép időt, annak ellenére, hogy a meteorológusok mindenkit riagadtak. Mindenkinek kellemes további együttöltést, és jó szavalást, hogy sikerüljön a mai napunk, és mindenki úgy menjen haza, hogy egy üzenettel, egy gondolattal, egy verssel többet tud. Sok sikert! A visszatérő résztvevőink bizonyára tudják, hogy a Vers a téren koncepciója, hogy egy az adott évben jubiláló költő versét szavaljuk el közösen. Ahogy programunk kezdetén is elhangzott, a jubiláló költőnk idén nem más, mint Ady Endre, választott verse pedig a Fölszállott a páva. Ha jól látom, már a legtöbben megkapták a súgóként szolgáló nyomtatványokat. Kezdjük el hát a szavalást a következő képen. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy 4 alkalommal hallhatjuk és szavalhatjuk el a verset. Ebből 1 a meghallgatásra szolgál, a másik 3 pedig arra, hogy a legjobb minőségben hangozzon együtt Ady tollából származó szavakkal a Vers a téren rendezvényen, ez a költészeti alkotás a költészet napján. Tehát első körben meghallgatjuk a verset, azt követően pedig számolást követően elkezdjük közösen szavalni. Ady Endre, Fölszállott a páva. Fölszállott a páva,
a Vármegyeházra, sok szegény legénynek szabadulására. Kényes, büszke pávák, napszédítő tollak, hírrel hirdessétek, másképpen lesz holnap. Másképpen lesz holnap, másképpen lesz végre. Új arcok, új szemek kacagnak az égre. Új szelek nyögetik az ős magyar fákat. Várjuk már, várjuk az új magyar csodákat. Vagy bolondok vagyunk, s elveszünk egy szálig, vagy ez a mi hitünk valóságra válik. Új lángok, új hitek, új kohók, új szentek, vagy vagytok, vagy ismét semmi ködbe mentek. Vagy lángcsap az ódon vad vármegyeházra, vagy itt ül a lelkünk tovább leigázva. Vagy lesz új értelmük a magyar igéknek, vagy marad a régiben a bús magyar élet. Fölszállott a páva vármegyeházra, sok szegény legénynek szabadulására. Ezt követően... Köszönöm szépen! Ezt követően három számolás után a vesszőkkel ellátott szüneteknél kicsit tagolva a verset közösen indítunk. Először elpróbáljuk, másodjára belelendülünk, és harmadjára tökéletességgé fejlesztjük az itt elhangzó szavakat. Tehát egy, kettő, három. Adi Endre, fölszállott a páva, fölszállott a páva a Vármegyeházra. Sok szegény legénynek szabadulására. Kényes, büszke pávák, napszédítő tollak, hírrel hirdessétek, másképpen lesz holnap. Másképpen lesz holnap, másképpen lesz végre. Új arcok, új szemek kacagnak az égre. Új szelek nyögetik az ős magyar fákat. Várjuk már! Várjuk az új magyar csodákat. Vagy bolondok vagyunk, s elveszünk egy szálig, vagy ez a mi hitünk valóságra válik. Új lángok, új hitek, új kohók, új szentek, vagy vagytok, vagy ismét semmi ködbe mentek. Vagy lángcsap az ódon vad vármegyeházra, vagy itt ül a lelkünk tovább leigázva. Vagy lesz új értelmük a magyar igéknek, vagy marad régiben a bús magyar élet. Fölszállott a páva a Vármegyeházra, sok szegény legénynek szabadulására. Higgyétek el nekem, hogy ennek fantasztikus hatása van, mert amikor ennyi zengő torok szaval egyszerre, az hihetetlenül felemelő. Induljunk neki a második közös szavalási körnek. Itt is számolással indítunk, szerző cím és maga a vers. Egy, kettő, három. Adi Endre, fölszállott a páva. Fölszállott a páva a Vármegyeházra. Sok szegény legénynek szabadulására. Kényes, büszke pávák, napszédítő tollak, hírrel hirdessétek, másképpen lesz holnap. Másképpen lesz holnap, másképpen lesz végre. Új arcok, új szemek kacagnak az égre. Új szelek nyögetik az ős magyar fákat. Várjuk már, várjuk az új magyar csodákat. Vagy bolondok vagyunk, s elveszünk egy szálig, vagy ez a mi hitünk valóságra válik. Új lángok, új hitek, új kohók, új szentek, vagy vagytok, vagy ismét semmi ködbe mentek. Vagy lángcsap az ódon vad Vármegyeházra, vagy itt ül a lelkünk tovább leigázva. Vagy lesz új értelmük a magyar igéknek, vagy marad régiben a bús magyar élet. Fölszállott a páva a Vármegyeházra, sok szegény legénynek szabadulására. És szálljon föl harmadjára is a páva. Egy, kettő, három. Adi Endre, fölszállott a páva, fölszállott
sok szegény legénynek szabadulására. Kényes, büszke pávák, napszédítő tollak, hírrel hirdessétek, másképpen lesz holnap. Másképpen lesz holnap, másképpen lesz végre. Új arcok, új szemek kacagnak az égre. Új szelek nyögetik az ős magyar fákat. Várjuk már, várjuk az új magyar csodákat. Vagy bolondok vagyunk, s elveszünk egy szálig, vagy ez a mi hitünk valóságra válik. Új lángok, új hitek, új kohók, új szentek, vagy vagytok, vagy ismét semmi ködbe mentek. Vagy lángcsap az ódon vad vármegye házra, vagy itt ül a lelkünk tovább leigázva. Vagy lesz új értelmünk a magyar igéknek, vagy marad régiben a bús magyar élet. Fölszállott a páva a vármegye házra, sok szegény legénynek szabadulására. Mindannyian megérdemlünk egy hatalmas tapsot, úgy hiszem. Fontos tudni azt, hogy ötödjére gyűlünk így egybe a téren, hogy közösen szavaljunk, és a fantasztikus hatás az sosem marad el. Van ebben valami csodálatos itt a szabad ég alatt, a költészet napján együtt szavalni valamit, ami megihlette évekkel ezelőtt a nagy szerzőket. De azt is fontos tudniuk, hogy az ötödik versatéren ezzel még nem ért véget. Idén a résztvevő iskolák közül többen is úgy döntöttek, hogy a színpadon is hallatják a hangukat. A háttérben már készülődik a hangraforgó együttes, akik megzenésített versekkel készültek mára. Amíg a csapat elfoglalja a helyét, arra kérjük Önöket, hogy a korábbi évekhez hasonlóan emlékként hagyják itt kézjegyüket, és írják alá a színpad mellett található Adi portrét. A délután folyamán mindenkit vár egyébként a szabad mikrofon, ahogy korábban is, ahol bátran elmondhatnak, felolvashatnak egy szívükhöz közel álló költeményt. A versválasztásban a színpad mellett felállított könyvespolc segítségükre lehet, viszont kérjük Önöket, hogy ne vigyék magukkal a verses köteteket. A kültéri programokat követően sem menjenek messzire, hiszen idén Erdélyből is érkeztek vendégeink. A Bekecs Néptánc Együttes Adi Endre Ember az embertelenségben versével azonos című táncszínházi előadással várja Önöket, és a Fölszállott a páva tehetségkutató verseny legjobb határon túli előadó kategóriájának külön díjasai ők. 17 órától lépnek fel a Rákóczi Főiskola átriumában. Lehet dedikálni, közben elmondom, hogy mit kell tudniuk a soron következő hangraforgó együttesről, azon kívül, hogy nagyon találó a névválasztásuk. A hangraforgó 2010-ben alakult a Sáros-Oroszi Községi Könyvtárban. Az első műsoruk a Magyar Költészet napjára készült. Tagjaik között 7-17 éves korú gyermekekből álló fiatalok vannak, akik szeretnek énekelni és szeretik a verseket, emellett vannak, akik hangszeres tudásukkal is hozzájárulnak a műsor színesebbé tételéhez, és igyekeznek főként olyan verseket választani, amelyek a nemzeti megmaradást kívánják erősíteni. Számos magyarországi és kárpátaljai rendezvény, irodalmi est, szavalóverseny, fesztivál résztvevői voltak, és gyakran adnak műsort vidékünkre érkező vendégcsoportoknak is. Emellett az együttes tagjai minden évben arany minősítést érnek el a KMPS szervezésében megvalósuló Által mennék én a Tiszán népdaléneklési versenyen. Az együttes alapítója Gáti Gyöngyi, könyvtárvezető. Fogadják őket szeretettel majd a színpadon, és vázolódik a műsornak a további menete. Jó szórakozást és megihletődést kívánunk ezen a szép napon!